Hát még sok munka van, de... Áj, tudom, nem vagyok megborotválkozva. Meg gyűrött rajtam a póló, hát... Igen, az mosógépet akkor látott utoljára, amikor mellé lettéve. Igen. Van egy ilyen rész is. Ilyen. Ezt most nem tudom, mennyire látjátok. Ez még nincs kész. De kész lesz. Úgy marhára. Szóval tök jó. Rengetegen, akik nézik ezt a videót, a sorozatot, mint lista, hogyha a francba kell ezt mondani. Itt fogtak ülni. Marha jó. Szóval, először is hello mindenkinek, én vagyok a Farkas, mint ezt elvileg látjátok, nagyon remélem. Ez, ha nem látjátok az alját, ez, ez meg a műhely lesz, ami egy tök jó dolog, csak még nincs kész. Figyelj, itt van varázsban. Így néz ki, amikor nincs itt senki. Na jó, tehát itt vagyunk. De csak visszanyomjött az automata a falon. Itt egy nagy üres tér van, mint azt látjátok, ami rövidesen majd javulni fog. De meleg van egyébként, itt most nem tudom azt mennyire látjátok, itt most tudom kilátni, tehát itt az ablakon. Nyár van és több mint 30 fok, jó? Tehát ez nem túl jó helyzet. Igen, van borosta vastagon. De most nem ezzel voltam elfoglalva. Nem azt mondtam elfoglalva, hogy meglegyen borotválkozva. Ez itt a műhely lesz, és az de jó. Ez lesz itt a műhely. Itt végig polcok lesznek, itt lámpa lesz, itt ez lesz, ott az lesz, itt ez teszek itt, azt teszek itt, asztal lesz, itt székek lesznek. Ott van ki még mindig a ragasztó. A padló, azt még nem látjátok a padlót, mindjárt behozom, ide így mutatom, így. Tehát ide a földre leteszek kettő csíkot, jó? Ez ilyen bemutatós csík, jó? Ha van kedvetek, akkor gyertek velem. Jó, ez ilyen mobil. Jó, mi? Itt a másik helyiségben, itt egy kicsivel sötétebb van, mert hát mondjuk így, apró technológiai kihívással küzdünk. Igen, az ott a lámpa, nagyon jól látjátok. Igen. Mondjuk ilyen kellemesen, hát még technológiai kihívással küzdünk, úgyhogy itt még nincs működő lámpa, jó? De vannak ilyen anyagok, ilyen anyag. Most azért mutatom így, mert ez nem a reklám helye. Az A anyag, meg a B anyag. Jaj, srácok, üljetek már le egy kicsit. Mondjuk ide. Az lenne a cél, hogy most így is maradtok, jó? Hogy hozok kettőt. Így néz ki. Ilyen lesz a padló. Vicces, mi? Mindjárt megmutatom ezt egy élőbe, mert az úgy jobb lesz, meglátja. Itt van a barátja, mondjuk így egy testvére. Csak ezt a kettőt, mert ugye kettő van, ezt a kettőt most kivisszük, jó? Milyen jó hangja volt, mi? Nagyon jó hangja van, amúgy. Na, tehát elhelyezzük. Most a lábammal fogok csalni, és a lábammal berakom ezt a kettőt úgy egymás mellé, mintha mondjuk ez már le lenne téve. Természetesen ez csalás, tehát ez nem helyes, izé. De tényleg arra most tök jó, hogy bemutassam, hogy amikor le lesz téve, hogy fog kinézni, jó?
tudom, nem biztos, hogy sok embert érdekel. Azt én lerakom. Jó? Most igazgatom, hogy valamennyire hiteles legyen. Most letérdeltem. Nem túlzott a meleg a talaj, igen. Ezt azt, hogy jól látjátok az arcomon, igen. Igen. Oké, hát... Most kicsit béna vagyok, de nem majd megmutatom. Így fog kinézni. Ilyen színe lesz. Itt a törést a végét látjátok, hogy ez kettő darabból van. Na, ilyen színe lesz. Így. Így. Ja. De nem csak ennek, persze. Hanem így az egész szobának. Ilyen színe lesz, így. És a fal, ez. Nem lesz ilyen középszürke, hanem ez. Egy... De szép az a sárga folt, nem pisiltek befelül. Ez alapozós, ragasztós, ilyen alapozós okosság, amire rá lehet meszelni. Ez itt egy réteg mész, jó? Meszelt falról beszélünk, jó? Itt valamivel jobban látszik. Itt is vannak ilyen sárga foltok, de a meszeléstől ez el fog tűnni, jó? Ez meszelt fal, mondom még egyszer, és az azt jelenti, hogy ezt megvárjuk, amíg kiszárad, jó pár napja így áll már ez, utána 2-3 napja. Azt így merek erre a vacakra rámenni, mert az ajzat kiegyenlítőre, a padlopóra nem nagyon lehet rámenni azonnal. Tehát kiöntöd, ez képez egy ilyen viszintszerű dolgot, de arra nem nagyon lehet császkálni, tűsorkú cipőfelejtős. Tehát, most nagyon-nagyon látszik, megpróbálom úgy mutatni, minél jobban látszódjon, így, mert itt fölül vannak ilyen sárgább foltok. Az is el fog tűnni. Na szóval, amire ti kíváncsiak vagytok, hogy ez itt micsoda? Nem, ez nem a titkok kamerája, nem. Ez itt egy ajtó volt, jó régen. Ja, magasságon. Jön velkén 1,82. Hát mondjuk így körülbelül ennyi. Na mindegy, szóval ez egy szabad nyílás, amiben régen tettek ajtót, ilyen régi kommunista acélajtót kell elképzelni, de ezt levették, úgyhogy megmaradt a szabad nyílás. És itt a két pince között valahogy át lehetett menni, és akkor elpróbálták ezt kevésbé igényes módon átfalazni, és mivel ez a rész, várjál, megpróbálom még mutatni, tehát innentől befelé 5 centit föl kellett volna vakolni, ezért ezt egyszerre nem szabad fölvakolni. Úgyhogy amit itt most láttok, ez egy ilyen félig fölvakolt vakajtó. A végeredmény az lesz, hogy ezt nem fogjátok látni, hanem egy ugyanilyen fal így megy végig, mint egy semmi nem lenne. Igen, ezt jól látjátok. Ez egy kémény kimenet, tehát ide be lehet nyomni a füstöt, és akkor fönt az épület tetején távozik a füst elvileg. Na az a helyzet, hogy itt van benne egy ilyen nylon papíros ilyen vacak, nem nagyon mozgatom meg, mert tiszta por, itt, és ezt kiveszem, akkor elkezd kifelé menni a levegő, de elég durván, tehát a kémény hatás működik. Itt is volt egy ilyen, itt, egy 10 centis luk, csak az a poén, hogy ez a luk egy közfalba van. Ez mondjuk még annyira nem lenne gáz, mert biztos onnan hozták a csövet. Hát nem. Én megmutatom, jó? Ja, azért vettem ilyen nem olcsó készüléket, nézd. Ott nincs luk. Ott lent van egy luk, de az meg nem kémény. Tehát itt fönt ennek a párja, az itt belül nincs. Jó? Tehát itt belül nincs luk. Na, meg a másik dolog az, hogy ez a helység, ez a nagy helység, ez nekünk nem lesz. Az ott, mintha nem is lenne. Itt lesz egy ilyen hő-stop ajtószerű valami. Na, megpróbálom elmondani nagyjából, mihol fog lenni, jó? És tehát remélem majd itt a pólóm. Én remélem azt, hogy ez majd egy hatékony dolog lesz. Tehát megpróbáltam úgy tervezni, hogy ja igen, ezt elfelejtettem mondani, hogy egyedül csinálom az egészet. Az összes munkát, amit itt láttuk, vakolás, ajzat kiegyenlítés, ja még alatt a beton réteg is van, újra kellett önteni a betont, azt nem is látszik sajnos, mert a padlóból ugye az ajzat kiegyenlítő az eltakarja. Itt volt egy kőpor réteg.
az a baj, hogy mivel leszettük, nem fogom tudni megmutatni. Na, itt még van egy nagyon pici darab, na tessék. Itt van. Ez kőpor, ez. És amelyik nagyon könnyen lejött, azt leszettük, és ennek a kőpornak a helyére került fel a mész. Ugyanis a kőpor tud egy csomó mindent, mint a gyönyörű ragyogó fehér, csak egyszer kell fölvinni, és attól van egy csomó előnye, de a fal nem szellőzik. Íme, ott a telefonnak az árnyéka. Tehát íme a legjobb példák egyike, ugye most így mutatom, hogy jobban lássátok, az az oldal teljesen fehér. Ez az oldal kicsit sötétebb színű. Ha? Sötét színű. Egy nagyon-nagyon picit sötétebb színű, és ez azért van, mert onnan még jön pára. Igen, a kőpor az elzárja a párát, tehát az nekünk nem jó. Direkt azért akartam ilyet csinálni, ilyen meszelést, mert az szellőzteti a falat, tehát engedi a párát eltávozni. Később, amikor itt, majd lesz egy, itt mutatom valahol a földön, de várjál, viszont ide az ablakhoz. De hát, amikor abban a sarokban, ott majd lesz egy Siesta nevezetű gázégő, hogy a seggem ne fagyjon be itt a mínusz 20-ban, mert akkor itt, kint mínusz 20 van, akkor itt bent ugye sokkal melegebb kell legyen, például mínusz 19. Oké, okay, szóval ott lesz egy Siesta, ilyen gázmelegítős. Valaki azt mondta egyszer, hogy lélekmelegítő, nem tudom. Ültem már Siesta mellett, azt folyt rólam a víz, tehát ezt szépen lehet szabályozni, jó? Tehát elvileg nem fogok megfagyni. Ott lesz a gáz. Hogyha olyat bírok szerezni, ami nem ilyen sziasztás, tehát nem ide jön a füst, hanem rendesen kéményes rendszerű, akkor azt be tudom kötni ide. Ennyi előnyünk van. A következő dolog, meg itt ugyanúgy az ablaknál vagyunk, tehát itt van az ablaknál, itt van egy gázóra, amit villanyórának hívnak. Szeretnék oda gázt bevezetni, hogy csak kinyitom, és akkor megy, de nem fog menni. Szóval, ezért mondtam a gázórát. Tehát itt van külön villanyóra, külön automatával, ugye varázsdomb. Milyen gyorsan installálom az új témát a telefonon, nem? Figyelj. Na, oké, szóval van külön két konnektorunk. Van egy ilyen megszakítós valami szart, kirakta olyan magasra, de el se lehet érni. Oké? És van forgótárcsás. Nem, ez nem forgólemezes vinyó, nem, ez villanyóra. És ezeket a fogyasztásokat, ezeket fölír, és elvileg én ezt az áramot is ingyen fogom használni. Na szóval az egész az, most ide jövök el a sarokba, kémény sarok, itt van fel a kémény luk. Most azt a részt mutatom, jó? Na, várjál. Tehát valahogy így. Az ajtónál már asztal lesz, és L alakban lesz majd az asztal, most ez a terv. Az asztal úgy fog kinézni, hogy én itt ülök, itt, és itt fog majd az asztal indulni, és el alakba körbe ennek a falnak itt ugye neki menni. Ennél a falnál, bár nem fogjátok látni, ez az. Tehát a szembe lévő falnál, ott ahol az a rabajtó van, ott polcok lesznek végig. Igen. Azt mondja, visszaraklak ide. Na, most visszaraklak ide benneteket, és azt szeretném mondani, hogy ez így fog haladni. Jó? Ebből, amit itt láttok, ebből az abszolút semmiből, ebből az üres helyiségből lesz a műhely, ami szerintem jó. Rengeteg munka volt vele eddig is, rengeteg olyan probléma volt, amit maguk a mesterek csináltak, akiket ide hívtunktam, hogy csinálják meg a munkát, és most végre valahogy Facebooknak hála, ez így hangzik, nem? Tehát a közösségi médiának hála, hozzájutottam valakihez, aki adta a telefonszámot, tehát kaptam egy telefonszámot, és kijött, és egyszerűen megcsinálta szakszerűen a munkát, tehát már is ilyen csodálat van, értok. És a következő időben, most lesz szombaton, majd esetleg, akit érdekel, az esetleg tud nagyon segíteni, hát ez teljes mesételem. Úgyhogy az lesz, hogy átmeszeljük ugye U-alakban, fordított U-alakban, tehát fal, mennyezet fal, U-alakban átmeszeljük kétszer az egészet. Az összes sárga folt eltűnik, tehát nem lesz benne semmi sárga folt.
és amikor megvan ez az egész oldalban, le lesz meszelve, ezt vissza lesz makolva, gyönyörű szép sík lesz az egész, akkor jött a padló, az egész padló ezzel a gyönyörű világos barna bevonattal lesz megcsinálva, és már lesz mind járni. Most azért, mert itt járkálok ezen a padló kiegyenlítőn, ez attól még nem padló. Oké? Tehát amikor kész van a munka, le lesz téve alapozóval, mert erre még alapozót kell kenni, rá lesz téve az alapozó, kicsit várunk, amíg telik az idő, utána ragasztóval, teli lesz húzva, és abban ragasztóval szépen le lesz téve ez a lap. Ugye emlékeztek még ez a hajlékony PVC szerű anyag. Nagyon hajlékony, tehát tök könnyen lehet hajlítani. Nem recsegrobó, nem pofán tud vágni, de hát ez persze nem rendeltetésszerű használat. Ja, meg tudod meg hanyókát csinálni. Szép válság. De mindegy, de az a lényeg. A lényeg az, hogy a műhely lassan elindul, és menni fog, és tök jó. És ez egy önkormányzati pince. És az önkormányzati is embernek rendkívül sok munkájába tellett, hogy én ezt a pincét megkaphassam, és sok ilyen utat kellett kiállni, sok ember fölhívni, mit tudom én. Tehát még le is lőtt valakit az ügyben, nem tudom. Ez csak géppisztolja, amit tudom én. És ez lesz a műhely. Ja, ezt nem is mutattam még nektek. Nagyon meleg van hát. Hátul is kell hűteni, meg elő is kell hűteni. Kint van, vagy 36 fok, de ez a telefon nem jelzi ki, hogy legközelebb veszek olyat, ami jelzi. Na most figyeljetek, mozgó egy lámpát. Nem ezt a lámpát, mert ez már van, figyelj. Várj. Hogy kell bejönni? Pam, 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 pam. Ez egy fénykor. Jó, hülye vagyok, mi? Fénykar. Oké, most nem tudom, mennyire látjátok, ez nem fénykar, jó? Ezt elfordítom, akkor látjátok, hogy lyukas, tehát igen, eltaláltátok. Ez egy neoncső. Én vagyok a gonosz. Oké, szóval ez egy neoncső, amiben egy nagyon ritka cső van. Talán látjátok, hogy megy fölfelé bele a gáz, mindegy. Így mutatom, így. Így látjátok a méretét. Jó? Másfél méter. Tehát ez egy másfél méteres ilyen vacak. Most ebből én vettem kettőt, mert azt szerintem kettő az jobb, mint egy, nem? Szóval ebből vettem kettőt, ebből a Jedi kardból, és ez lesz itt fönn. Ez lesz itt fönn. Ebből kettő. Úgy, hogy a fal körbe még kétszer ki lesz meszelve, és már nagyon fehér ahhoz képest, amilyen akkor ide jöttünk. Hogy megértsétek, hogy ez mi? 3000-4000 lumin között van valahol. Ezt most nem biztos, hogy értitek, úgyhogy segítek. Ezt itt lekapcsolom. Tehát ezt itt le fog oltódni, jó? Ami ott van nálatok, az marad. Kapja. Komoly, mi? Egyetlen egy van bedugva. Egyetlen egy. Vissza sem voltam már minek. Egyetlen egy van belőle bedugva, és ebből lesz kettő. Itt fölöttem. Ezt most lehet, hogy nem értitek, na várjál. Háromszor beszelt fal, nagyon világos padló, fehér színű polcok, fehér színű munkaasztal, ellalkodni a vastag 60-as. Mindentől végig ellalkodni, fehér, minden fehér, és utána itt fönt lesz két darab ilyen másfél méteres nálam, ilyen 4000 lumin körül. Ja, ez csak azért ilyen, mert most kapcsoltam be. Tehát, hogy telik az idő, ez még világosabb lesz. Ez úgy fog kinézni, hogy bejövök, itt lesz majd egy kapcsoló. Így fog bejönni, fölkapcsolom, és akkor ez a két lámba, amit itt így látunk, ez a két lámpa fölkapcsol, és... És meg fogsz vakulni. Ez viszont kell. Kell ez a borzasztó nagy fény, mert
elég sok laptopot fognak hozni, hogy javítson meg, elég sok számítógépet fognak hozni, hogy nincsen semmi baja, csak régen gyorsabb volt, és most olyan lassú, hogy szörnyű. Ez egy hiba leírás, jó? De ezzel fognak jönni, ezzel jöttek a legtöbben eddig is. Úgyhogy ez, amit itt láttok, ez egy laptop és asztali számítógép szerviz lesz. És a szervizet úgy kell elképzelni, hogy ingyen szerviz, tehát ezért nem fog pénzt kérni senki. Annak ellenére, hogy csak ez az idióta padló, nem mondom mennyibe került, sokba, jó? A padlópont, az alatta lévő alapozó betont úgy hívják, hogy esztrik, azt sem ingyen rakta le a mester. Ez a meszelése ugrott föl, hogy fölhordták azok a méhecskék, amik rövidesen kihalnak, ugye értitek ezt az áthallást. Tehát, hogy nincs pénzbevétel abból, hogy itt laptopot szervizelünk, illetve javítunk. Ezt azért csinálom ezt a dolgot, mert ezt már kérdezték jó páran, mert na, most egy kicsit elbizonytalanodtam, mert mindig szoktam mondani a határozott választ, és most az így elfogyott. Ezt az egészet azért csinálom, mert megszokásból csinálom, mert eddig is javítottam a laptopokat, a számítógépeket, és mindig az a helyzet, hogy amikor elhoznak egy számítógépet, most hívjuk így, mindegy, de elhoznak egy számítógépet, akkor én nekem sosem magát a számítógépet kell javítani, mindig azt, aki hozza a számítógépet. Tehát itt fölül kell rendet tennem, nem pedig a billentyűzeten. Na, így már értitek biztos. Szóval, itt lesz az új műhely, és ez szerintem tök jó. Még marha sok munka van vele, nem vagyunk kész, senki se segít, tehát mindent egyedül csinálok, egyedül fizetek ki, és akkor sem fogom ezt hagyni, tehát menni fog. Jó, kicsit lassabban, mert nem nagyon segítenek, ezt nem akarom, annyiszor mondtam sokszor. Szóval lassabban megy, mint ahogy én szeretném, hogy menne, de nem ezzel foglalkozom ilyen nappal, mert van két fiam, van egy feleség, van család, van munkahelyem, tehát én álmennyezetépítő vagyok, és írok egy regényt, sorozatot, és akkor csak egy könyv van kész, és a többi még sehol az ablakban, azt is írni kéne. És ezek mellett ezt is csinálom, és tudom, halad, de legalább halad, tehát megy valóban, halad. Jó? Na, úgyhogy Ezt akartam mutatni nektek, így a videónak a hatására. Itt megy végig ez a ventilátor, valószínűleg hallottátok. Ez napok óta így megy. Csak le van téve, be van kapcsolva, azt megy. Szóval az a ventilátor azért volt, hogy ez a padlopon, az ajzatkiegyenlítő, ami most éppen sitafikálok, ez hamarabb száradjon és könnyebben menjen ki a pára a nyitott ablakon. Amúgy. Kávé. Jó? Nem tudom, mit akartam még mondani, már amúgy is késő éjszaka van, sőt, itt már ciripelnek a tücskök, úgyhogy megyek lassan vissza haza, aludni. Én csak meg akartam nektek mutatni, hogy hogy áll az egész nevetséges bohóca, ami itt van. Jó, itt egy papír a földön. Ide fújt a ventilátor. Jó, most nem láttátok, de lehajolt. És nem a szappan kell. Itt van két papír. Ezt előleg látjátok, hogy kiadva, meg ilyenek. Nem akarom megmutatni, hogy honnan van, mert ez a reklám helye lenne. Most egy kicsit letakarom. Jó. Nem tudom ám, hogy melyik részt mutassam meg, mert szerintem egyik sem érdekel titeket. Itt van egy olyan számla, kelte, 2018, 7 hó, stb. Ezt majd 10 év múlva megnézni ezt a videót, de jó lesz. Szóval ezen a számlán rajta van, meg itt van az, hogy kiadva, stb. És hogy ki van fizetve, stb. De az a lényeg, hogy ez a számla tartalmazza a lapot, amin járunk, ezt úgy hívják, hogy vinil, tehát a lapot, a ajzatkiegyenlítőt, abból kettő zsákot, az alapozót, ami egy ilyen ragasztószerű anyag,
Igen, magát a ragasztót, ugye az 5 kilós, tehát az alapozó és a ragasztó nem ugyanaz, természetesen. De aztán van a szintkiegyenlítő, hézaktakaró, ezt meg sem mutattam. Ezt majd később. Van egy ilyen alumínium csík, ilyen hosszú, és az arra való, hogyha az egyik szint magasabban van, mint a másik, akkor itt egy ilyen lécet tesz be, és akkor ne legyen már a hány inger kettő, úgyhogy valami kultúráltabb formát ad, igen. Ja, ezt a van még itt izé is. Padló védő alátét. Az vajon mit lehet, nem? Oké, el lett mondva a boltba, ahol ezt sok szart vettem, hogy itt ezen a padlón így gurigázva lesz ilyen székekkel, hogy rá lesz ülve a székre, és így gurigázva lesz vele jobbra-balra, tehát eléggé durva kihasználás lesz a padlón. És akkor azt javasolta a csávó, hogy vegyünk ilyen lapot, ez egy lap, és ezzel lehet gurigázni, és nem sérül a padló. Ez egy ilyen átlátszó arca. Mindjárt meg is mutatom. De rájöttem, hogy nem a számla az, ami igazán érdekes itt. Itt van, tessék! Itt van! Jó, mi? Ez egy ilyen hajlékony időjárás generátorlap. Jó, ez marhaság lesz. Szóval itt látjátok, hogy... Igen, megforgatom a papírnál. Oké. Okay. Szóval itt látjátok, hogy az arra való, hogy lehessen rajta egy gurigázni. Itt van ilyen guriga, látjátok? Remélem. Itt van ilyen guriga, meg rá lehet pakolni, stb. Tehát direkt az egésznek az a lényege, hogy ezt rá kell tenni a padlóra, és ezen kell gurigázni, és most lecsúszott a papír, hogy ennek az a lényege pont, hogy vigyázzon a padlóra. 7000 forint, és megvéd egy több százezeres padlót, tehát szerintem megéri. Na, úgyhogy az a lényeg, hogy itt minden készen el fog állni szombat délután, összes padló, meg beszerés, minden szarság. És... és utána jött a bútorok berakása, a polcok felrakása, piszli csári, semmi munka. De a lényeges munka a meszelés, ide felrakni a villanyszerelés, ugye, konnektorok, kapcsolók, minden ehhez tartozó dolog, és amikor ez a fő munka kész van, akkor jöhet az, hogy polcok, asztal felrakás, más nincs is. Tehát ez most éppen a terv, és meg is fogom csinálni. Mert minden egyes tervet, amit én kiterveltem, és ellenőriztem, hogy a terv helyes. Régen volt olyan, hogy rossz volt a terv, és akkor is megcsináltam, és csalódtam. Erről majd csinálok külön videót. Tehát most jó a terv, többször is ellenőriztem, és szerintem tök jó, úgyhogy meg fogom csinálni. Itt egy műhely lesz. Egy olyan műhely lesz, ahol tényleg rászorulók fognak számítógép javítást kapni, és lehet így hullámzik, mi? Várjál, hogy jött be a hullámzás? Megpróbálok úgy állni, hogy az előbb, de nem jön be. A hullámzást a Neon csinálja itt mellettem, és ezt most nem fogom tudni újra behozni, mindegy. Azt akartam mondani, hogy minden az szerint, a terv szerint halad, amit én szeretnék, itt, legalább a műhelyben. Annyi hátránya van, hogy nem halad olyan gyorsan, ahogy szeretném, de mindenképpen szakszerű. Tehát a sárga foltok eltűnnek, minden gyönyörű hófehér lesz, pad, nem pad, ez a munkaterület, munkaasztal, itt lesz az összes folt, már mondtam már talán háromszor. És itt tök jó. Ez lesz itt. Ez lesz itt a világon. És innentől kezdve, hogy itt leszek, itt fog ülni az asztalra. Itt már nem kell hazavinnem a számítógépeket, a laptopokat, nem kell a lakásba kérni a szegény tenikvenest, hogy ugyan jöjjön már ki, mert még nincsen kész a műhelyem, és akkor oda kéne jönni.
Na, eltelt fél óra, tényleg nem akarok ám kihúzni az időtökből. Csak dumálok itt ugyanarról 6-szor, tehát nem megyek vele semmire. Úgyhogy menjünk haza, jó? De ti is. Csak ezt kihúzom szépen, és megszűnik. Figyeld, mekkora fénye van. Egy darab csillnek, de még nem melegedett be szerintem, csak így félig, kétharmadig. Tök lesz, ami? Marja. Már úgy szerintem. Na, szóval, így ez a helyzet. Jaj, de sötét vagyok! Ezt még nem mondtátok, hogy ilyen sötét vagyok. Ezt a két csíkot, ezt azért fölveszem a földről talán, mert az alatta lévő rész akkor így nem szárad, ezt szépen kivisszük. Tudom, hogy már megszáradt az egész rész. Így visszatesszük, és így ennyi. Van még, hoztam egy pár monitort, meg számítógépházat, meg mit tudom én. Na várja, megpróbálok átmenni itt a nagy csuván. Az a bajom, hogy nem fogom tudni megmutatni. Nem láttok semmit. Akkor se adom föl. Na ez a különbség az A ember és a B ember között. Hogy az A ember nagyon gyorsan feladja. A B az nem. Nekem van neonlámpám, itt van, tudod. Ha a neonlámpát ide kihozom, ide, és itt fogom bedugni. Vág ez? Itt fogom bedugni. Most még nem láttok semmit, de nem baj. Hangom az már megy. Ha-ha. Oké, tehát meg fogom tudni mutatni, hogy mi a franca. Itt van a hős ventilátorunk, aki... Hát egy no-name vacak, tehát tényleg szóra se érdemes. Befaj elő, vagy ez működik? Van itt egy zöld X, az azt jelenti, hogy működik. Oké, ezt is kértétek már páran. Hülyeség, mi? Nem baj, maradjunk örökké gyerekek, mert abban hiba nincs. Oké, visszaállítjuk a ventit. Na, ez a helyzet. Vagy van 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2. Jó? És... Hát van rajta egy kis cement, vagy mi a franc ez? Ez mondjuk éppen egy vakolat, mindegy. És ez lesz az alapozás majd a számítógépes részhez. És éppen átmegyek egy halomsitten, itt van a földön, mondjuk kevésbé diszkréten. És hoztam felszerelésként egy billentyűt, egy monitort, meg egy pár kábelt, úgyhogy abban a pillanatban, hogy itt minden frankó, minden kész, elvileg már dolgozni is tudok. Na, kihúzom a lámpát, azt megyek haza, mert innen nézve tényleg csak az időtöket húzom. Azt még nem akarom. Jó? Úgyhogy aki akar segíteni, az eddig is segített, aki meg nem akar, csak itt távolról szurkol nekem, annak köszönöm szépen. Aztán megyek, csinálom tovább, mert mondjuk úgy, hogy messze van még a vége.